Jó, mondtam én, hogy ide kell majd jönni vissza. Mi ez, Holz? Binder Holz. Csak nem passzol a szám. Rakodási szám nem jó. Nicht. Referenc number nicht korrekt, azt mondta. Ebből arra következtetek, hogy nem jó a referencia szám. Kettő per 27. Hát mindegy, most várni kell, hogy küldjenek másikat. Na mindegy. Én megnézem, hogy hova kell menni. Ez most nagyon fontos, hogy hova kell menni, mert milyen útvonalon, mert ez hétfő reggeli 6 órás lerakó, és még csak csütörtök van, és 580 km. Szóval, hát nem tudom, mihez kezdek. Hát jó, mondjuk, hogy ma nem rakják fel, csak holnap, meg ilyenek. Hát remélem nem. Akkor ugye mindjárt másabb a helyzet. 94, 903. Na. Azt mondja, hogy cím Zoning Industria. Hát mi majdnem stimmel. Na jó, oké, vezetést. Hát most várunk. Addig kiveszem a... Jaj, tényleg elfelejtettem szólni. Kártya letöltést. Állítólag ezen keresztül le lehet tölteni a kártyát. Meg a tahográfot is, úgyhogy majd szólok. Most elfelejtettem, de majd szólok érte. Nem tudom, mit rak fel, de hogyha olyat... Nem is tudom, van-e élvédőm. Ja, tud élvédőmnek lennie kell. Ja, tényleg nem mondtak semmit, hogy késtem 20 percet. Nem volt róla szó. Na, ez pont 580. A másik helyen mondom. Nem mondták. Pont 580 km. Tudtam, hogy nem arra megyünk. Igen, de a Nürnbergig ideig jó lenne elmenni, bemenni a boltba, mert ugyan tegnap voltam, ilyen furcsa kenyeret vettem. Hát, túl gyorsan fogy, úgyhogy be kéne menni ide a boltba, és venni valami normális kenyeret, de hát nincs ezeknél normális kenyér. Ez a barna kenyér meg nem jó szerintem. Ami nekik van, ez a barna kenyér szerintem nem jó. Most azt nézem, hogy hol kellene hétvégézni. Mint hétvégén általában. Csak azért úgy, hogy ne kelljen túl korán felkelni hétfőn. Ez itt még Stuttgart. Ezt nem írja ki. Ja, de az Stuttgart lesz. Várjál, hol van ez a Mannheim? Láttam valahol. Hogy ez itt volt? Ja, ez... Volt az. Ez az, ja. Mannheim. Kinéztem, hogy esetleg még itt is szét lehetne nézni. Túl sokat nem is kéne kerülni, bejönnék ezen az úton. Figyeled, hogy átváltozik a neve? Látod, most ez a Ludwig akármicsoda, elkezdesz nagyítani a Kátvát meg Mannheimre. Mannheimre. Így meg mind a kettő van. Csodálatos. Na, erre gondoltam, hogy azt lehetne megnézni. Esetleg, hát most nagyobb város, ahol el lehet tölteni két értelmes napot. Nincs is. Hát de jó, igaz, végül... Hát... Nem tudom, Mannheim van, aztán annyi. Ott sem voltam még, úgyhogy igazából... Az is jó. Ja, hát ez meg itt már Belgium.
Belgiumban meg nem lehet 45-özni, úgyhogy... Ja, szerintem marad Mannheim. Kizárásos alapon. Aha. Nézni kéne valami parkolót, mondjuk itt. Ez itt valami víz. Nem is tudom, hogy hol kéne megállni. Megy itt metró vagy valami? Valami villamos csak van. Van egy hatalmas torony, oda fel lehet menni. Ja, megy valami metró. Itt vannak a megállók. Itt vannak a megállók. Megy valami metró, csak hol a fenébe álljak meg? Mannheim. Segítségül hívom az internetet. Százhárom. Válaszom, Mannheim nincs olyan messze, hogy ha most még felraknák értelmes időbe, még oda is érnék. De jó, most odaérek holnap, egyébként az se probléma. Mannheim, Németország. Akkor ilyen ott parkoló kamionokat kell keresni a kis utcákba. Lehet látni, hogy azért hol parkolnak kamionok. Hát itt most nem állnak kamionok. Ez azt jelenti, hogy nem lehet megállni. De akár azt is jelentheti, hogy nincs parkoló. Na. Hát azok meg már lakóházak. Nem tudom, itt azokat parkolnak, vagy mennek? Azokat parkolnak. Vagy nem, azokat mennek. Hát, vagy mit tudom én, parkol vagy megy. Itt is van hely. Nem, ilyen lakóházakhoz annyira nem akarok állni. Miért nem fogok? Pedig az ott nem lett volna rossz. Na várj, ó, hát van itt ipar, nézd meg mennyi van. Ez valami kikötő. Csak ez itt olyan, mint a parkoló lenne. Ez itt végig olyan, mint a parkoló lenne. Hát... Nem, nem, az csak valami szegéllyel van elválasztva a járda, az nem parkoló.
Várjál csak. Na, itt nem. Voltunk az előbb, nem? Ja, hát itt voltunk az előbb. Megkerüljük a várost itt a 44-es mentén. Itt is itt van valami iparnegyed. Ott egy Lidl. Na, várjál csak. Na, ezek parkol. Hát parkol, de hol? Azért ez nem olyan királyhely ott. Tehát ez is úgy néz ki, mint egy szemétdomb itt. Hát nem létezik, hogy nincs hely. Pedig kell lennie. De most ide is bejövök, innen hogy megyek ki. És itt sincs hely. A fák alatt vagy valami. Hát nem tudom. Ja, pedig van hely, hát onnan már nem lenne olyan túl messze. Mit csináljak? Hol álljak? Itt csak innen meg begyalogolni, hallod, ez nagyon messze van a belváros. Az a baj. Várjál csak. Milyen Oststrasse. Hofen. Na, kettő olyan is van. Ja, ezt az egészet iparnegyednek. Ja, értem, hát persze. Ezt az egész lakónegyedet itt egy nagy iparnegyednek van minősítve, itt a TomTom szerint. Hát ez fantasztikus, itt van valami egyetem. Pedig innen, itt sikerülne megállni, innen nem volna messze. Várjál csak itt a másik oldalt. Lássuk, itt megy valami metró, vagy valami vonat, vagy mi az.
Majd valami akármicsoda itt megy. Folyónak a másik oldalt megy ez a B44, hogy eljönnék egyenesen autópálya mentén, te fordulnék erre az útra. Hopp, és itt is van valami iparnegyed. Várjál csak. Térkép. Jövök tovább az autópályán. Hol van ez a hatos? Elfordulok erre az útra, és akkor itt van valami. Audi Centrum Mannheim. Ez itt tudja, hogy busz megálló. Ebben is 100%-ig biztos vagyok. Itt van valami parkoló, de az biztos, hogy valami busz megálló, vagy ahhoz hasonló. Ahol nekünk nem lehet megállni. Hát ide meg már a fene megy be a... Hát én ide nem megyek be kamionnal. Nem volt itt olyan, aki bement. Ott van a hely, de... Mondjuk itt is van. Várjál csak, ez itt nem is rossz. Itt. Felálltak a járdára, vagy a patkára, ez itt végig parkoló lenne? Ez nem az a járda, mert itt van külön parkoló, de itt nincs. Hogy azok miért állnak ott? Itt is végig van hely, de hát... lakónegyed, hát ide nem megyek be. Hát ez nem egyszerű. Ez nem egyszerű. Úgy tűnik. Várjál, hol voltam? Ja, itt voltam. Itt. Úgyhogy itt elfordulok balra, aztán jobbra. Én ezt nem értem, hallod, hogy iparnegyednek mutatja, érted? Így. De ha meg belezoomolsz, akkor meg lakónegyednek. Hát most akkor hogy van ez? Rázoomolsz és átvált, látod? Ez egy baromság. Opa, UR. Mi az, hogy kettő is van? Ja? Ezt nem értem. Hogy az előbb is ez jött be. Hogy volt az az iparnegyed? Iparnegyed azt mondja, hogy a 44-es számú főút. Ja, az ez.
Ez, és akkor itt van valami... Hát itt voltunk az előbb. 44-es. Mező. Na, és hogyha itt elfordulok jobbra, tehát jön a 44-es, csak innen nem lehet lefordulni jobbra. Na, tessék, itt van parkoló kamion. Hát de, várjál, hogy van? Körbe, elmegyek erre. Itt elfordulok jobbra. Itt elfordulok megint jobbra, lejövök. És akkor ott is áll. Ott is áll, azt tudja, hogy nem megy, forgalommal szembe van. Ja, nem. Nem forgalommal jó van, de szerintem az pont nem megy. Ott egy Aldi. Az Aldi mögött, ez nem tűnik túl forgalmasnak. Ezért itt valami gépkereskedés lehet. Aha. Hogy fogok én innen kimenni? Hát éjszaka lenne jó ide jönni, legyen hely. És nappal találják a dolgozó emberek, akkor nem lesz hely. Még itt se. Nem ezek 2 forint, de hát itt lehet parkolni. Itt az út szélén lehet parkolni, és simán semmi nem fogja tiltani a megállást. És akkor hol láttam én ezt? Milyen utca? Várjál. Itt van az utcában. Inkább beírom. Keresés a közelben. És a RRBHUH Strasse, na ez az. Kicsit arrébb van. Ja igen, hogy, és akkor itt lehet megállni. Itt meg megy egyenesen ez a kis utca. Hát miért ez nincs is messze az autópályától? Itt lejövök, hát csak körbe kell menni, hát most. Hát nem tudom, mekkora kerül ősz körbe. Hát nem kell körbe menni igazából. Hát eljövök ide, itt elfordulok jobbra. Akkor úgy rövidebb. Itt elfordulok jobbra. Hol megyek le? Még nem itt. Itt lemegyek. Itt elfordulok balra, itt jobbra, megint azt ott vagyok. Ez nem, ez egy, mit tudom én, 5-6 kilométerre nem nagyobb kitérő. Ha nem találok mást, ami jobb. De hát nem igen. Ha ide be lehet egyáltalán menni, hát nem tudom, be lehet menni egyáltalán. Hol az autópálya? Nem látja, ja, mert így van. Így. Ez is valami bazi nagy bevásárló központ. A parkoló itt sincs az út szélén. Nehogy valaki örüljön neki, hogy odaálljunk.
8 kilométeres kitérő, az nem sok. Ha mondjuk van itt egy benzinkút is, figyelj már. Egy aralkút. Az is lehet, hogy itt is meg lehet állni. Itt van három hely kamionnak. Ez hol van? Lehet, hogy előbb megnézem ezt. 44-es. Ottól lejövök a 44-esről. Ott, ahol lejövök a 44-esről. Ha éjszaka, hát ha éjszaka megyek, akkor pont, hogy nem lesz már hely. Itt van valahol egy benzinkút. És nem is a 6-osról, hogy lejövök, ráfordulok. Ez itt a 44-es. És igazából ott fogok elmenni mellette, szerintem. Tuti. Tuti, ott van ez a, mit tudom én, milyen veg. Hát milyen utca. Ez úgy gondostul. Azaz, itt van a sarkon a Benyakút. Várjál csak, ha van itt. Itt is van három hely kamionnak. Még az is lehet, hogy itt megállunk a benzinkúton. Ha úgy van, fizetek érte 10 eurót. Ha mit tudom én, fizetős. Megint van egy benzinkút szembe. Na hát lesz itt hely. Aztán majd meglátjuk, most várunk a rakodásra, azt majd meglátjuk, hogy hol lesz. Már csak percek és kilométerek kérdése. És meglátjuk, hogy azt, amit néztem a műhold képen, hogy ott meg lehet állni. Igazából nem tudom, hogy ez egy hány éves fénykép lehetett, de szerintem legalább ilyen 2-3 minimum. Ha nem idősebb, ott az egyetem. Hát majd kiderül. Már szerintem azt fogom csinálni, hogyha lesz hely a benzinkúton, megállok a benzinkúton, elsétálok, arra azt a pár métert megnézem, hogy ott milyen az utcában. És utána megkérdezem, hogy kell-e fizetni a benzinkúton. Mert ha kell fizetni a benzinkúton, akkor nem állok oda, hogyha meg lehet állni az utcában. Hogyha az utcában nem tudok megállni, akkor fizetek a benzinkúton. Igazából 10 eurót megér szerintem most. Még mindig jobban járok. Mert most, hogyha tovább mennék, mondjuk elmennék a német-belga határra, ott kéne töltenem az egész szombatot, meg az egész vasárnapot, hát én ügyét kaptok. Nincsen már filmem, sincs mit nézni, mindegyiket láttam már. Sorozat sincs, nincs semmi. Muszáj vagyok valamit kitalálni, mert engem ott megöl az unalom. Fordulunk, ott lesz majd bal oldalt a benzinkút. Hát szerintem sanszos, hogy az fizetős lesz. Az olyan kis benzinkutak, ahol szokott lenni kamionparkoló is, nem sok, csak egy pár, azok általában fizetősek. Autópályán is találkoztam már olyannal, ami fizetős volt. Érdekes módon. Valami... Ott valami 7 euró volt, vagy 7,5, valami ilyesmit kellett volna fizetni. De hát akkor nem fizettem érte. És akkor hogy itt kell kimenjek? Fát raktak fel egyébként. Nem mondani akartam, mit raktak fel. Fát raktak fel egyébként. Ide előre rakott egy kicsit.
aztán meg végig tele van a plafonig, úgyhogy óvatosan kell forgolódni vele, mert most a súlypont nem túl. Most nincs alacsonyan, ahogy szokott lenne általában, most azért elég magasan is van. De jó, hogy ezt kibójázták, itt hallod. Úgyhogy az ilyen bukkanó, meg inkább nem is a bukkanó, de a kanyar. Ezt nem szabad képes felborulni szerintem. Nem tudom, szerintem. De én inkább jobb félni, mint megijedni. Átmegyünk az autópálya alatt. Majd ott lesz bal oldalt. Ahead. Keep left. Arra is látok ilyen... Hát ja, csak nem tudok hol átmenni. Hát de itt is át lehet menni. Arra is látok ilyen cégeket, mert össze lehet, hogy ott is van hely. Ha más nem. Vagy metró, vagy akármicsoda, az meg van itt a közelben. Szerintem egy jó kilométert el kell gyalogolni mondjuk. Nincs olyan közel, mint a múltkor. 800 méterre. De látok valamit, úgyhogy meglátjuk. Szóval itt lehet, hogy át kéne soroljak, hogyha be akarok fordulni, nem? Ha még nem sorolok át, meglátom. Igen, az ilyen, hogy az fizetős. Aha. Arral. Hát igen, az hasonlít egy hofhoz, mondjuk nincs kiírva. De az hasonlít egy hofhoz, az 100%. Hát ha nem, akkor meglátjuk. Jó lett volna átsorolni. Igen, ez nem autóhoff ez végül, és hát nem biztos, hogy fizetős. Csak szemlék balra. Ja. Nem látja az indexet, vagy mi van? Sied? Neki áll feljebb. És itt akarok újfent balra fordulni, igaz? Ott van is egy hely. Na, oda belúzunk. De ez a bejárat? Ez a bejárat, itt körbejárat, és akkor... Oda be is állok. Még igazából ki szokták írni, hogyha fizetős az a helyzet. Tehát általában nincs, hogy nincs kitáblázva, hogyha fizetős. Ha fizetős, akkor az ki van táblázva. Hát jó, most bemenni abba az utcába. Tiltás az nincs, úgy látom. Nincs itt hely. Itt nincs. Akkor körbe. Hoppá, hol körbe? Hogy... Azt hittem, hogy itt körbe lehet menni. Hát ez most... Mindegy. Megvárjuk, míg ez kiáll innen, akkor úgyis jön már. Nem tudom mit csinálni, csak nehogy beálljon oda. Ez az egyetlen hely, amit én kinéztem magamnak. Ja, abban a kis utcában nem szívesen mennék be. Na mindegy, na. Oda beállok, ha nem áll be addig senki. És akkor na, meglátjuk, jaj. Annyira... Nem nagyon jó most itt forgolódni ezzel, mert nehéz nagyon.
Ráadásul hogy azt tudom, hogy fogok oda befordulni. Hát innen ez elég necces lesz. Hogy elnézem. Nem álltak ki innen mellőle? Ó, hogy tegyem a kirakatba, hallott, komolyan mondom. Valahogy. Ez most tudja, hogy nem bír nekem arrébb állni, hogy segítsen. Ide nem fordulok be, hallott. Hogy a rohadt élet. Akkor, és ott... Ott se tiltja semmi sem a megállást. Vagy az a mosóból kiárat, igaz, de... Ez a mosóból a kijárat, de nincs tábla, hogy nem lehet megállni, akkor nem lehet, vagyis akkor meg lehet állni. Ez is pont úgy állt meg, hogy... Isten, ma egész nap arra megy ki a játék, hogy én ne bírjak megállni, hogy ez most mi? Ez itt döglött be. Az is lehet. Igen, mert hogyha ezzel nem álltak volna ide, hanem valahova normális helyre álltak volna vele, akkor még az is lehet, hogy bebírnék ide állni. De mivel ez túl nagy luxus, hogy csak úgy az ember megbírna állni, ezért úgy gondolták, hogy ők bizony ide állnak vele. Akármi is ez lett, de mentek tankolni, vagy nem tudom. Ja, ez itt rohadt meg szerintem. Azt most megcsinálják, ha megbírják. De mosol van rajta egy tábla, hogy nem lehet megállni, de az nem ide szól. Itt meg lehet állni, sőt, hogyha majd ez innen elmegy, elsétálok, megnézem azt az utcát. Hogyha ez innen elmegy, akkor akár még előrébb is állok. De... Személyautóval a mosóból így is ki tudnak állni, hogyha itt maradok is. Megnéztem a másik utcát. Nincs hely. A jelen pillanatban. De ott a Lidl-t meg kellene kerülni, és akkor... És akkor oda be lehetne állni igazából, csak most éppen van ott valami építkezés is. Meg ott áll egy román kamionos, meg egy másik tartályos, és most úgy nincs hely. De megkérdeztem bent, és azt mondták, hogy ez itt ingyenes. Igaz, nincs kint a tábla sehol. Ebből gondoltam egyébként is, hogy ingyenes, de megkérdeztem, mondtam, hogy itt szeretnék parkolni egész hétvégén.
és hogy ingyenes, és mondták, hogy igen. Úgyhogy jó. Annyit csinálok, hogy bentebb húzódok. Bentebb a patka felé. Itt volt még azért egy jó fél méter híja. Nem több. Ide behúzódok. Aztán szerintem így jó is lesz. Elmegyek idáig. Szerintem így jó is lesz. Ki tudnak jönni az autómosóból is, meg minden. Úgyhogy ez van. Ingyenes, elmegyek a... Mára nem terveztem amúgy különösebben semmit. Mennyi, akkor mennyi? Tehát 268 kilométeren marad akkor hétfő reggelre. Ez azt jelenti, hogy 6-ra kell ott lenni, akkor fel kell keljek, hát 2-kor legalább. Fel kellek 2-kor, de hát most inkább fel kellek akkor 2-kor, mint hogy egész hétvégén feküdjek. Nem tudok itt mit csinálni. Unatkozok. Esetleg annyit lehetne csinálni. Megnézem, hogy van egy MediaMarkt itt a közelben. Tudnék egy kijelzőt venni a kamerához, de... Nem tudom, van-e. Hát az városban biztos, hogy van, kell lennie. Csak hogy a közelben, hogy van-e. De nem, a közelemben. Egy kilométerre van. Akkor szerintem oda még ma elsétálok. Túloldalt van? Ja, túloldalt van. Oda szerintem még ma elsétálok akkor. Tehát attól lefordultunk a pályáról, elfordultunk jobbra, ott hogyha balra fordulunk, akkor elméletileg ott van. Azért ránézek én a műhold térképen. Múltkor is azt írta, hogy van, Ulmban, aztán egy fenéket, az már Neuronics volt. Várjál, 6-os. IKEA. Ez nem tudom micsoda. Ah, de tényleg van MediaMarkt. Meg BikeMax, BikeMax biztos, az valami biciklis áruház lehet. Jó, hát oda még akkor elsétálok, szétnézek. Elsétálok vissza a Aldiba, veszek kenyeret, meg itt tudom én majd, amit meglátom. Van itt egy Reve, nem túl messze. Arra gondoltam, hogy elsétálok oda és megnézem, hogy milyen árban van a belga sör. Hát jó, mondjuk ez messze van. Akkor nem megyek, messze van. Tehát mondjuk a metró megállóig az elég sokat kell majd gyalogoljak. Ja, van egy... Van egy, hogy is hívják, aquapark. Egy aquapark van valahol itt. Még túl az autópályán. Oda jó lenne kimenni. Azt nem tudom, hogy hol láttam. Azt nem tudom már, hogy hol láttam. Csak megy oda valami tömegközlekedés. Mindegy, az majd kiderül. Ez
már csak részletkérdés, de majd, majd holnap. Ma még fekszek. Aztán majd holnap. Így pont jó helyen állok, itt el is férnek mellettem. Van minden. Ingyenes, ez itt jó. Ja, mondani akartam, hogy a Németországban töltött napok után kapunk még plusz pénzt. Múltkor 30-án kaptam 4500 forintot. Azok után, a napok után, amiket itt töltöttem az országban. Szóval most, hogy már egy hete jó formán, azért legalább 4 napot itt voltam, vagy 5-öt, az jó, mert az 30-án ki lesz fizetve. Ugye, meg kell, hogy kapjuk ezt a német minimálbért. És amennyi a különbözet, azokra a napokra. Hát ezek szerint a német minimálbér magasabb, mint amit mi keresünk naponta, de igazából nem sokkal. Szerintem egy 1000 forinttal maximum. Hát vagy nekik 60 euró, és akkor úgy jön ki. Mert múlt hónapban nem sokat voltam Németországban, és kaptam vagy 4500 forintot. De minél többet, az ez most annak jó, aki olyan cégnél dolgozik, akik sokan németeznek. Német belföldöznek, meg ilyenek. Már ha kifizetik nekik, hozzáteszem. Mert a maszek az nem biztos, hogy kifizeti. Ugye? Ahol még napi díj sincs, az hol fizetnék ki az ilyesmit? De hogy lenyúlja. Ha nem lenyúlja, nem fizeti ki. Na úgyhogy ez van. A lengyelek meg szerelik a Mercedes. Remélem megcsinálják majd. Megcsinálták a lengyelek az autót, úgy tűnik. Na, ez most egy kicsit rosszabb minőségű lesz, mert és hát alacsonyabb felbontású. Mert sikerült vennem kijelzőt, képzeld el. 2 darab volt még, és bejártam érte egész Európát, hogy végre legyen. Nem is tudom, tavaly decemberben, vagy volt szeptemberben voltam, vagy októberben. Torinóban, és jönnek be a legyek, én nem tudom. És az a lényeg, hogy azóta Torinóban láttam ugye utoljára, és azóta sehol. Világít egy lámpa, LED, jobb oldalt. Ugye megnézem, hogy hány helyen néztem már azóta. Nem is tudom, hogy kell. Ez meg lemerült. Várja. Nem, lejátszási listák. Valonnan kéne szerezni egy légycsapót. És akkor városnézés. Hát azért, ahol, azért többnyire néztem mindenhol, ahol csak lehetett. Tehát Torino azóta voltunk. 1-2, Prága, Bordeaux, Aachen, Stuttgart, Lille, Ulm. Ulmban nem volt MediaMarkt. Vasárnap voltam és nem volt nyitva, ott nem néztem. De azért elég sok helyen megnéztem szerintem. És nem volt sehol, és most végre Mannheimben találtam egyet, vagyis 2. Lidlbe sem mentem, mert olyan izgatott vagyok, hogy most akkor mi ez meg, hogy működik. Ezt kiveszed belőle, ugye? És akkor ide a hátuljára, meg ide, vagyis ide, rá kell pattintani. Hát egy kicsit poros. Úgyhogy ez csak rám várt. Ez azért volt itt, hogy én megvegyem. Járatják még a motort, na mindegy. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá.
kibontom. Ezt egy kicsit. Így. Valahogy. Hú, nézd a fejemet itt. Itt közelebb hajolok. Kapu garancia van rá, szóval nem adtak rá semmit se. Vagy legalábbis nem mondták. Mondták volna, se értem, úgyhogy mindegy. Úgyhogy... Jaj, hát ez a GoPro-nak ez a mániája, hogy úgy becsomagolja a terméket, hogy kinyitni alig lehet. Úgyse fogom visszacsomagolni. Ilyen kis kocka, de maga a lényeg, a lényeg! Ezt nézd! Műanyag szaga van, Kínában gyártották. Á, nem jó, nem jó, nem így, nem így, nem így. Hát, hogy így, ezt ide beakasztod. És akkor így rá kell csukni. Rápattan és kész. Jó nehéz lett. Van súlya. Bazi jó. És akkor bekapcsolom. Hát beszarás. Ez kurva jó. Jó, mi? Durva, mi? És érintésérzékeny. Micsoda? Mit kell elhúzni? És vissza is lehet nézni a felvételeket, csak valami szart el kell húzni, de... Hogy mit? Várjál, mert... Azt mondja, egy kék pöttyöt, vagyis egy sárga pöttyöt el kell húzni, azzal kell feloldani a kijelzőt, és vissza lezárni. Hát de jó, de hol van ez a sárga pötty?
Hú, de rohadt meleg van. Inkább jönne már a tél, hallod. Na most kikapcsoltam, most akkor újfent bekapcsolom. Ez most nagyon jól fog jönni, most megyek városba, város nézni. Jó, megvan! Ja, értem már, ezt kell elhúzni. Látod? Én az előbb nyomkodtam, én még így akartam. Na mindegy. Az előbb nyomkodtam. És nem volt jó. Fú, hallod, ez nagyon jó. És akkor itt vannak a beállításokat, lehet, hogy alacsony fényerő beállítás. Spotméter, az nem tudom mi. Ezt be lehet kapcsolni. Itt vannak a beállítások rajta, mindent. Ups, valamit beállítottam. Vissza lehet. Beállítom 800-ra az ISO limitet. És hogy megyek ki, hogy megyek vissza? Jaj! Ó! Itt vagy exit. Exit, és akkor megnyomod itt az oldalán a play-t. És akkor van három file, ugye? Amit eddig jöttem. És akkor itt, amit legutoljára vettem fel. Megnyom, hogy play. És vissza is játsza. Lehet pörgetni. Ezt a fóliát róla nem szedem le. Ez hadd legyen csak rajta. Hangerőt beállítani, mínusz plusz hangerő. Csak hogy kellene visszamenni. Bele is lehet pörgetni? Ja, be is lehet pörgetni. Vágni is lehet. Ez haláli. Ja, ezt az oldalán megnyomja. Igen, az oldalán kell megnyomni. És tökre bejön az egész. Kicsit szerintem jobban meríti így az akkumulátort. Nyilván. De baromi jó. Volt hozzá, és nem akartam most venni. De... volt hozzá ilyen battery pack, ami ugyanakkora, mint ez, mint a kijelző, és akkor az még, akkor még tovább, még több felvétel, tehát még hosszabb felvételt tudsz készíteni vele. Lomnak még egyet sosem árt. Ez, amit már vettem, ugye, múltkor vettem egy egész ilyet, 2500 forintért, hogy legyen, hogyha veszek kijelzőt hozzá. Elolvastam az oldalát, vagyis ami itt van rajta, hogy mi van benne, és ott olvastam, hogy ezek már mind benne vannak. Plusz, ami nincs benne, vagyis ami benne van, de csak ebbe, az egy ilyen kis kijelző tartó, akármicsoda. Hasznos dolog. Micsoda? Nem update-elünk fel semmit se.
ez meg nem érdekel, ez meg valami használati útmutató lehet, vagy ilyen biztonsági előírás, kínai nyelven, írás jelekkel, de rajta van magyarul is, vagy angolul. Kicsi országunk nyelvén nem igen van rajta szerintem. De oroszul rajta van. Spanyol. Portugál, ez itt az összes kínai. Angol, francia. Német, olasz. Spanyol. Portugál, orosz, angol. Ja, magyarul nincs rajta, de ez igazából csak ilyen kis formalitás, senkit nem érdekel, hogy ez hogy meg mint van, meg hogy mi ez. Hú, el akarok menni erre a strandra, amit itt van, betyár meleg van, hallod. És a hétvégén is ilyen 30 fokot mond. Ja, mert három fajta van, igen, amit mondtam hozzá. Igen. Nekünk ez kell. Ezt ide berakom. Én nem tudtam, hogy ezt amúgy adják hozzá. Nekem erről fogalmam sem volt eddig. Azért vettem külön. Hát ez. Nem látszik. Jó lett mi? Na végre! Mennyit kutattam én ezt? És akkor holnap, hogyha megy... Hova hánytam el azt a kis... Hogy is hívják ott? Már nem emlékszem rá, mi? Amivel szoktam készíteni a videókat. Van egy ilyen kis... Múltkor találkoztam vele pedig itt valahol. Várjál csak, jól emlékszem. Bele... Jó, ott van. Na már... 17 perce beszélek mindjárt. Nem baj. Ezt muszáj volt megmutatnom. Elalszik amúgy, hogyha nem használod a kijelzőt, bealszik amúgy. Hogy ne fogyassz az áramot szerintem azért, és akkor az oldalát megnyomod. Az oldalán van egy gomb. Ja, és akkor bejön a kép. Aha. Hú, de jó hallod. Ez már nagyon kellett. Akkor megfogom majd így. Ups, valamit elnyomtam. Majd mikor megyek az épületekkel, hú, de furcsa, ha jó vastag. Így, majd megyek az épületekhez, így is akkor. Sokkal királyabb felvételt lehet majd készíteni vele, mert fogom látni. Fogok látni mindent. Jó, mi? Jó, hát.
Nekem baromira tetszik. Leteszem ide, nem kell majd összepárosztatni a telefonommal, meg ilyenek. Minek? Azért vettem. Leteszem így ide, és akkor beállítom a képet, és akkor mehet a felvétel. Ugye? Igen. Aha, jó. 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 Tudod, mi kell majd most már meg ezután? És akkor, hogyha kikapcsolom... Ja, hát igen, mert eddig nem használtam. Kikapcsolom. Ez kikapcsol. És van ehhez ugye... Teljesen, amit mutattam... Teljesen... Vízálló tok, ez. Ez 40 méterig. A 40 méterig vízálló. Na várjál, hogy van? Mindegy, hogy feljel lefele van? Ja nem, így. Csak fordítva van. 40 méterig egy vízálló. Ha víz alá is megyek, akkor tudok. Rázni. És ezért jobb szerintem egyébként a 4-es, a GoPro-ból a 4-es, az 5-ösnél, mert oké, okay, hogy az 5-ösben már eleve van ugye a kijelző, és nem vastagabb ennél, tehát ugye nem az, hogy ilyen bazi vastag lesz, mint most ez, meg jó nehéz, hanem az ugye 40 méterig vízálló, és abban már eleve bele van építve a kamera, vagyis a kijelző, na de igen ám, de mi van, hogyha én nem akarok rá kijelzőt, érted? Erről le tudom venni, és akkor rá tudok tenni egy olyan, ami egy ugyanekkora akkumulátort, amit itt lehetett most kapni, vagyis ott arra. Egy ugyanekkora akkumulátort rá tudok tenni, ha akarok. Na de arra nem lehet, rárakod még a kijelzőre, vagy hogy? Na, hogyha már töltöm az akkumulátort itt, holnapra. Szóval nézem, hogy kéne innen bemenni, mert ez baromi, ez messze van a belváros innen, szóval majd valami, nem is tudom, majd valami. Busszal. Mindegy, majd még az részletkérdés majd megnézem. Minden esetre ebből akkor van még egy. Ezt nem tudtam, hogy ilyet adnak hozzá, én azt hittem, ez lom, ugye. Majd még jó lesz valamire. Ez is hasznos dolog. Nem kipárnázott, azt néztem. Csak ilyen műanyag. Műanyagba beleteszed, aztán jó van. Nem kipárnázott, tudsz. Jó kis doboz, ezt meg is tartom. A számla. Eltettem a blokkot. Csak még véletlenül... Azért tettem el, hogy véletlenül el akarnám adni, de nem adom el, akkor is meglegyen. Hát ezek baromságok, hát ezek nem kellnek. Ezt kidobom, ezt az útmutatót is kidobom innen, nem kell. Ez se kell. Ezt meg beleteszem ebbe. Van már annyi lomom hozzá. Ennyit erről. Sikerrel jártam. Végre megvan a kijelző. Eltelt a 2 nap Mannheimben. Igazából a városba el lehetett tölteni a szombatot. Olyan túl sok érdekes épület nem volt, mert lebombázták ezt is a 17. században. Aztán odafigyeltek az újjáépítésnél, hogy megtartsák azokat a
azokat a stílusú épületeket úgy újraépítsék, de azért csak nem olyan, mint volt. De nem volt rossz. Vasárnap meg elmentem ugye erre a strandra, hát még hirtelen azt hittem egyébként, hogy nem is lehet kimenni azzal a villamossal, amit néztem. Hát vettem egy jegyet rá, és megnéztem egy napi jegy, vagy nem tudom milyen napi jegy volt, de valami napi jegy, 24 euró, az sokaltam érte, úgyhogy kerestem a képbe egy másik napi jegyet, az csak 6,50 volt. Úgyhogy igazából a kettő közt, hogy mi volt a különbség, fogalmam sincs. De nyilván én az olcsóbbikat vettem, aztán én utaztam vele, még le se kezeltem egyébként, mert volt ilyen terminál, amiben bedugtad, és akkor nyomott rá valamit, tehát mondom, ez napi jegy, akkor mondom, minden utazásnál akkor is le kell kezelni, ezt nem értettem, ezt a részét, úgyhogy én nem kezeltem le. Nem mondom, hogyha véletlenül jön a Kaller, megmutatom neki, hogy van napi jegyem, aztán álló. Elfogadja, elfogadja, ha nem, nem. Vagy hatfél nyelven ki volt írva a villamoson, hogyha nincs érvényes menetjegyed, akkor megbüntetnek 60 euróra. Még arra bul is ki volt írva, csak hogy nehogy az, az legyen valakinek a kifogása, hogy hát ő ezt nem tudta elolvasni. Egy utazás pedig, tehát egy jegy, vagyis egy utazáshoz egy jegy, 2,50-be került volna. Hát de mondom, át kell szállni, ugye? Bementem a belvárosba a 3-assal, és akkor utána átszálltam az 5-ösre. Na hát itt kezdődött a probléma, hogy átszálltam az 5-ösre, csak nem jóra. Mert arra szálltam át, ami körbe megy teljesen az egész minden fene falun, meg a határon, meg a búzatáblán keresztül. Így körbe mentünk, ahelyett, hogy így mentem volna. Nem figyeltem én, csak hogy 5-ös. Mondom, felszállok az 5-ösre, az egy körjárat volt. Hát mondom, előbb-utóbb így is, úgy is ott fogok kikötni. Akár mit csinál? Hát igen, előbb vagy utóbb, de most úgy tűnt, hogy inkább utóbb, mint előbb, mert vagy másfél órát vonatoztam vele. De az durva volt. Hát majd egy olyan 20 perc után tűnt fel, hogy ma mondom, azért már lassan csak oda kéne érni. Nézem a térképet, amit letöltöttem az internetről, és annak francokat még volt több, mint... Hát volt még vagy 28 megálló. Úgyhogy egy jó. Várjál, hogy jött a vonat? 10, 9, 9.48. Igen, 18-kor jött a vonat, meg 48-kor. 9 óra, 18, meg 48. És ilyen 4.12 volt, hogy leszálltam róla. Körülbelül. És akkor onnan én még gyalogoltam 1,6 kilométert ki a strandra. Mondjuk az nem volt sok, az távolságban sem volt sok, meg időben sem volt sok igazából. Gyalog nagyon jól megközelíthető volt, végig járda volt, ki volt táblázva. Úgyhogy ez teljesen jól megközelíthető volt az a strand. És jó is volt. Lehetett ilyen egész napos jegyet venni, meg ilyen 4 órás jegyet, hát mondom, a dél volt, mire odaértem, körülbelül, majdnem. Hát mondom, innestől kezdve mondom, nekem elég a 4 órás jegy, mert azért mondom, délután 4-kor elindulok visszafele, még bemegyek a belvárosba, még átszállok a 3-as vonatra, azzal kimegyek a város szélére, a végállomásra, és én nekem meg onnan még mindig egy kilométert kell gyalogolni, szóval mondom, hogyha 4-kor elindulok, akkor is lesz legalább 5:30, mire visszaérek, és úgy is volt. Úgy is volt, mert ugye vasárnap volt, és hát ritkábban jártak a vonatok is, egy órába kétszer jött. Jött egy 20-kor, meg jött egy 50-kor. És az 50-est azt pont, hogy elértem. Voltak ilyen csúszdák. Hát mondom, csúszok egyet. Aha. Hát ez rossz ötlet volt, mert majdnem megdöglöttem ott. Ahogy csúsztam a lábamról,
Az összes víz az arcomba jött, nem láttam semmit. Aztán nem is kaptam levegőt sem már utána. Leesett a kamera a fejemről, és akkor belecsapottam egy ilyen, nem, hát egy ilyen csőbe. Hát, hallod, én ahogy elnéztem, a többieknek se nyert el a tetszését az a csúsz, ez nagyon szar volt. Fú, de még ilyet hallod. A másik az nem volt olyan rossz, nem mondom, itt befejeztem a csúszdázást, mondom, inkább megyek úszkálni. Nem való nekem az ilyesmi, hát én az ilyet azt nem élvezem. Nem tudom, volt, aki ott vigyorokba jött ki belőle, hát mondom, mi olyan jó benne, hogy mondom, majd meg fuller az embernek. Nem lát semmit, mert a szemedet muszáj becsukd, akkor nem lát semmit, akkor nem kapsz levegőt, alig várod, hogy vége legyen. Úgyhogy nem volt az a pénz szerintem, hogy én azon még egyszer lecsúszak. A másikon, amelyik ugye másik az a színes volt, azon is csak a felvétel kedvéért csúsztam le, hogy a kettőt össze tudjam vágni, de amúgy ment volna a franc azon is. Mondjuk az nem volt olyan vészes, az sokkal jobb volt. Nem való már nekem az ilyesmi. Hát az ilyen meg eleve szűk volt az egésznek az átmérője, az egész csúszának az átmérője. Hát csúsztál, és akkor hirtelen volt egy nagy egy nagy lejtő benne. Na igen ám, de az alján meg ugye egy kicsit állt a víz. És akkor úgy az összes az arcomba ment. Fú, de rossz volt. De mondom, mások sem nagyon csúsztak, mert utána sorbaállás volt a csúszdánál, és mások sem nagyon csúsztak azzal a zölddel. Egy-kettő ment, aki még gondom nem volt, de amúgy nem vitték túlzásba, az másnak se tetszett szerintem. Volt ott termál részleg, meg volt ott sauna, meg ilyenek, hát az feláros lett volna, de hát engem az ilyesmi nem érdekel, mondom. Azért, hogy a melegbe üljek, hát mondom, akkor mindegy, hogy itt maradok. Bezárom az ajtót, felhúzom az ablakot, sőt, bekapcsolom a fűtést. És akkor itt is van sauna. De a tó az jó volt. Abba a szempontból nem, hogy kavicsos volt az alja. Én szerintem nem mesterséges tó ez, de a partja az igen. Ennek nem volt ilyen homokos, kavicsos partja. Szerintem ezt úgy töltötték fel. És az a helyzet, hogy ilyen sóderes akármicsodával töltötték fel. És hát az embernek vágta meg szúrta a lábát. A partja az annyira nem volt jó meg a medre, mert kicsit bentebb mentem, akkor már jobb volt. De amúgy hát papucsa simán kellett oda. De a víz az szép tiszta volt, azon csodálkoztam. A víz az szép tiszta volt, pont jó volt a hőmérséklete, és voltak ott bent is merencék, meg kint is. Bár nem tudom, ki a fene akart bent fürdőzni, amikor... Hát ilyen hatalmas fólia sátor volt fent, és hát tök meleg volt bent, meg füllet volt a levegő. Én alig vártam, hogy kifele mehessek onnan a szabadra. De volt, aki ott úszkáltak bent. Volt, akinek tetszett az is. Úgyhogy eltelt a két nap igazából. Szerintem megérte beáldozni a hétfőt ezért, mert különben nagyon unatkoztam volna. Ugye ma fel kellett keljek kettőkor. Reggel kettőkor, hogy ide érjek 6-ra. Van még 7 percem ide érni. Hát de mondom, inkább felkelek akkor 2-kor. Valami 65 órát álltam, vagy mennyit. Meglett a 45-ösöm. Akár tudok dolgozni jövő, vagyis ezen a héten, szombaton is, ha kell. Utálok egyébként korán kelni, de hát most inkább beáldoztam a hétfőt. Jobban megérte. A lengyelek megcsinálták a Mercedes-t. Utána el is ment. Állt oda egy másik lengyel, egy ilyen tartályos, meg egy harmadik lengyel, ez meg valami ponyvás volt. Egész héten, egy egész hétvégén, hát én nem aggódtam annyira érte.
csak úgy, hogy furcsa volt, hogy mert írták ebbe, hogy az a fuvar feladat benne van, hogy el kell húzni a ponyvát, hogy szellőzön a fa. Na mondom, én nem húzom el a ponyvát. Aztán nem jó, mert ide, ahova viszem, ezek biztos, hogy tudják, hogy milyen a fa olyankor, amikor 2-3 napot áll, úgyhogy nincs elhúzva a ponyva. Pontosan ezért mondták, hogy húzzuk el a ponyvát. Na mondom, hogyha nem húzom el a ponyvát, ezek itt biztos, hogy fogják rajta tudni, nem tudom honnan, de fogják róla tudni, hogy ez bizony nem volt szellőztetve a hétvégén. Aztán a fene egye meg mondom, akkor én elhúzom. Elhúztam a ponyvát, csak mondom a végzárómat meg a spaniferjeimet le ne nyúlják. Tehát nem kellett az senkinek, úgy tűnik. Úgy hagytam estére is, meg úgy hagytam. Akkor bementem a városba, meg úgy hagytam vasárnap is, meg most zártam be. Most zártam be reggel. Ott a cibb. Jó, akkor. Na, Guszti. Szevasz. Ideig le lehetett volna jönni akkor. Hát ez nem 7 vagy nem 6 órára jöttél? Még alszik, fogadjunk. Ja. Itt hétvégézett. Hallod, volt itt egy elterelés. Lezárták a 60-ast. Volt itt egy elterelés. Magasan van rakva ez a rohadt fa teljesen a plafonig. Hallod? Olyan szűk utcán kellett menni, körülbelül majdnem mint ez, mondjuk ennél kicsit azért szélesebb volt. És szembe hallod, az Istennek nem akartak lehúzódni, lementem az útról, és akkor így megbillent az egész. Jézus Mária, mondom, hogy mindjárt felborulok. Mert nem játék ilyenkor, mert amúgy nem érdekes, de magasan van, azt könnyen borul, ugye? Nesze Stobart. Bulgár? Ja, bulgár. De van ilyen már csebe is, ilyen Stobartos autó, láttam cseh rendszámmal is. Románt azt hiszem nem, de láttam románt is. Nem tudom már. Na, hol lehet a... Álljá, milyen léteket hoztunk, úgyhogy szerintem arra, itt felfele kéne menjek. Az a tippem, nem vagyok benne biztos. Igazából valami. Ne csak ott van egy. Cib. Balra. Itt befele? Jaj, leveszem már neki. Nem kell magyarázni. Végülis idejöttem, itt vagyok. Ja, biztos, hogy ide fogják leszedni. Ebben 99%-ig biztos vagyok. Aha. És hol találok én valami? Itt volt, itt mutatta valahol a térkép, hogy
Valahol itt van a bejelentkezés. Merre menjek? Szerintem balra? Ha jobbra nincs hely, akkor balra. Kizárásos alapon. Ja, jobbra nem bírok elmenni. Akkor megyek balra. Itt körbe megyek akkor. Mondjuk ez nekem itt nagyon szembeforgalomnak tűnik, de... Hát valami portának csak kell lennie majd. Megfordulunk. Nem is bánom, hogy nem ezen az A60-oson kell visszamenni, hallott. Hát ez csúcsforgalomban, ez halál. Hát végig az út mellett le van taposva a fű. Mert két kamion nem fér el egymás mellett, mert bele kell számolni a tükröt is. Érted? Na, én ide beállok emelni. Ez román, fogadjunk. Hát az is lehet, hogy onnan jön. Ezek, ilyen kamiont láttam ott felrakni, fogadjunk, hogy román. Nem, lengyel. A lengyelt nem láttam, románt láttam. Aha. Nem is tudom. Ja, vannak felfestve ilyen... Ja, vannak felfestve ilyen kockák. Akkor ráállok egyikre, hogyha ma itt vagyok. Ja, itt is be lehetett volna jönni. Aztán valahol valakit majd keresünk. Na, csak részletkérdés. De jó, hogy nincs nálam egy kabát sem, mindegy, felveszek egy pulcsit. Az van. Csak nem akarom összekenni a ponyvával. Én azt gondoltam, hogy nem kell már ponyvázós kabát, de úgy tűnik, hogy mégis kell majd.